Szép jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez a Szombathely Ma közéleti magazin műsorunk. 3-4 óra, három fő témával várom ismét önöket. Közeledik a tél, nagyon fontos gondot, problémát kell megoldani a városba, a hajléktalan ellátásról lesz szó a mai műsor vége felé. Beszélgetünk a Krédó rádióról, nem olyan régen új rádió indult itt Szombathelyen, most már túl vannak az induláson, hogy mi történt velük, milyen a műsor struktúrájuk, mik az eddigi tapasztalatok, ez is kiderül mai műsorunkból. Műsorunk elején pedig Szombathely adóügyeivel, elsősorban az építmény adóról, valamint az iparűzési adóról, az eddigi bevételekről fogunk beszélgetni. Rögtön kezdünk. Kedves nézőink, vendégem itt a stúdióban, Molnár Miklós alpolgármester. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az aktualitás az, hogy teljesen friss adatokat hozott nekünk itt épp az iparűzési adóról, illetve az építményadó bevétellel kapcsolatban, de még mielőtt ideig eljutnánk. Beszéljünk arról, hogy miért fontosak a helyi adók egy város életében, mit finanszíroz ebből a bevételből a város? Hát szerintem a vállalkozások nyilván nem azt mondják, hogy nekik nagyon fontos a helyi adó. A helyi adók nélkül ma az önkormányzat nem tudna működni. Szóval azt kell látni, hogy a működési költségeinek már több mint 50%-át a város helyi adókból fedezi, és általában is, hogyha a város a saját bevételeit ehhez hozzáadja, akkor azt látható, hogy a működési költségeinek 70%-át már meghaladja a saját bevétel a helyi adókkal együtt. Magyarul az állam szerepe a normál működésben egyre kevésbé válik. Nyilván a fejlesztési oldal az egy másik kérdés, hiszen ott részben saját forrásokból, részben ugye uniós forrásokból, részben pedig direkt állami támogatásokból származhatnak fejlesztések. Nyilván az a cél, hogy a működés mellett minél több fejlesztést is tudjunk saját erőből finanszírozni, és ezért fontosak a helyi adók, mert hogyha ezek növekednek, akkor a működés mellett egyre több marad arra, hogy saját erőből finanszírozunk beruházásokat, és elsősorban olyanokat, amelyet a gazdaság fejlesztését szolgálják. Menjünk sorba. Iparűzési adó mértéke hogyan oszlik meg a nagyvállalatok, illetve a kis és közepes vállalatok között? Mit kell erről tudni? Igaziból nálunk elég szerencsés a helyzet, tehát nem egy olyan nagy vállalat van, aki az iparűzési adó jelentős részét befizeti, hanem több csoportba lehet osztani őket. Van öt, aki összességében, hogyha összeadjuk az ő befizetett iparűzési adójukat, az közel 50%-át fizeti be a helyi iparűzési adónak. Aztán van egy következő, mondjuk a 20-as listát raknánk össze, a következő 15, az még szintén jelentős nagyságrend, és akkor utána pedig a rengeteg, több száz, sok ezer kisebb adózó jön. Hogy miért fontos ez, hogy nem egy, mert hogyha egy van, aki befizeti a jelentős részét, akkor nagyon függő helyzet van, még öt közül azért nem valószínű, hogy mindegyik cég sokkal rosszabbul teljesít, mint az előző évben. Ugye van ennek egy olyan veszélye is, amikor a helyi adókból van, finanszírozódik a város működés jelentős részben, hogyha a gazdasági visszaesés van, akkor ez jelentősen csökkenhet, illetve ha a gazdasági növekedés van, akkor meg pozitív, hiszen akkor ez jelentősen nőhet, és többletbevételek képződnek a tervezethez képest. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Egy évben hányszor kell fizetni? Milyen a fizetési morál, hajlandóság? A fizetési morál az Szombathelyen régóta azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó. Tehát rendkívül öntudatosak a vállalkozások, 99%-os befizetési hajlandóság és befizetési mutatók vannak, és szerintem országos viszonylatban is egyébként kiemelkedő. Nyilván ezt könnyebb teljesíteni, hogyha jól működik a gazdaság, és nehezebb, hogyha rosszabbul működik. Adófizetési kötelezettség tulajdonképpen alapból kétszer van évente. Uh-huh. Ugye az alapesetben a normál üzleti éves konstrukcióban dolgozó cégeknél március 15 és szeptember 15. Ez a előlegfizetés, és decemberben van az úgynevezett feltöltés. Majd van egy elszámolás május 31-én a mérleggel együtt, de a két fő befizetési tétel az március 15 és szeptember 15. Az eltérő üzleti éveseknél meg értelemszerűen ennek megfelelő eltolódással van annak a fizetések. Azt kell látni, hogy a 90% fölötti befizetések, az 90% körül befizetés az normál esetben realizálódik a két előlegfizetésnél. Hogyan alakult az elmúlt években az előirányzat, illetve a tényleges bevétel? Az elmúlt években a gazdaság jelentős növekedésének köszönhetően a tényleges iparűzési adóbevételek azok mindig meghaladták a tervezetet. Uh-huh.
Ugye visszanézek, hogy most nem a tervezethez mondom, csak tényleges számokat mondok, hogy hogyan alakult az iparizási bevétel, akkor látható, hogy milyen jelentős mértékű volt a növekedés. 2010-ben 4,3 milliárd volt a városi iparizési adóbevétele, 2011-ben 5,1 milliárd, 2012-ben 5,5 milliárd, és 2013-ban majdnem 6,2 milliárd volt a városi iparizési adóbevétele. Tehát látható, hogy 2010-hez képest 13-ban ugye közel 50%-os növekedés valósult meg, és ugye a kérdés akkor, hogy vagy lehetne, hogy akkor, és mi van így idén? Van, így van, mi a legfrissebb adatok? Hát ugye most jelenleg november elején 5,5 milliárdnál tart az iparizési adóbefizetés, de mivel vannak eltérő üzleti éves cégek, és ezek között van egyébként olyan, aki a legnagyobb 5 adóbefizető között van, ezért már most prognosztizálható, hogy a tavalyi évi közel 6,2 milliárd, ami az idei előirányzat is, igen, az biztosan teljesülni fog, hiszen az előleg kivetésekkel ez már majdnem 100%-ra teljesül. És mivel valószínűsíthető, hogy ezében is növekszik a helyi gazdaság, ezért várható, hogy néhány százmillióval túl tud teljesülni az iparizési adóbevétel. Ez pedig azért fontos, mert ugye évközben zajlott az a fajta költségvetési történet, hogy a fejlesztések elfutása miatt ugye hiány képződik, vagy képződött volna a város költségvetésében, nem működési oldalon, hanem fejlesztési oldalon. Ez az adóbevételi többlet, amilyen mennyiségű lesz, ugye olyan mennyiségben csökkenti azt a hiányt, ami képződött volna. Tehát ez ebből adódóan én azt gondolom, hogy ami elhangzottak számok, 1 milliárdos összeg, az ennek legfeljebb a fele lesz majd év végén, és ez így jó hír a következő évi költségvetés szempontjából is. Az országos szinten is azt mutatja, hogy a város fejlődik ipari szempontból, gazdasági szempontból? Ahogyne, az egyik legdinamikusabban fejlődő város volt a gazdaság területén az elmúlt 4 évben. Nyilvánvalóan ezt a nagyobb cégek húzóereje vitte magával. A következő évek feladata az, hogy ezt minél több kis és középvállalkozás érezzenek a pozitív hatását, mert ma is nagyon sok beszállító van, aki nyilván növekszik a nagy cég, és én beszállító vagyok, akkor én is növekedni fogok. Az a célunk, hogy minél több ilyen kis középvállalkozás legyen. Magyarul ez úgynevezett piramis az szélesedjen és stabil alapokon álljon, és ezt meg tudjuk tenni, akkor a következő 4-5 évben is hasonló mértékű gazdasági növekedés lehet, anélkül, hogy újabb cégek települnének be. Iparizési adó szempontjából kedvezmények. Kik vehetnek igénybe? Ugye iparizási adó szempontjából nem nagyon van arra lehetőség, hogy kedvezményeket adjunk, arra van lehetőség, hogy bizonyos esetekben mentesség legyen. Igen. Ez ugye korábban még a régebbi időszakban is 2,5 millió forint adó alapig mentes volt az iparizási adó fizetés alól a vállalkozás. Ezt a rendkívül nehéz helyzetben 2011-ben ugye módosítani kellett, és 1,2 millióra vittük le, ezt most újra visszaemeltük a jövő évtől 2,5 millió forintra, valamint a sávhatárokon is módosítottunk. Ez az ipari termelőtevékenységet folytatókat érinti nagyobb mértékben, illetve a kereskedelmi szolgáltatás területén pedig a kicsi vállalkozásokat érinti jelentős mértékben. Ezzel még talán, ha jól emlékszem, a szeptemberi közgyűlésen foglalkoztunk és döntöttünk róla, én azt gondolom, hogy akkor részletesen beszéltünk van, erről. Nagyjából ez egy ilyen 8-10%-os adóbevétel csökkenést jelentene az építményadónál, ha az új beruházások eredményeként nem lépnének be újabb épített, vagy újabb épületek az adó alapba. Nézzük akkor egy kicsit részletesen az építményadót. Hmm. Kiknek nem kell építményadót fizetni, illetve mi a helyzet azoknál, akiknek kell, és pontosan milyen összegről van szó? Ugye az építményadó az egy jelentős átalakuláson ment keresztül a rendszer 2011-ben egységesítve lett az adófizetés, bizonyos kivételek és alacsonyabb mértékek megszűntek, valamint az akkori költségvetési szükséghelyzet miatt ugye egy jelentősebb emelésre is sor került. Nyilván azzal az ígérettel, hogy amikor lehetőség lesz, akkor ebből szép lassan visszamegyünk arra a szintre, mint ahonnan indultunk. Ugye ebben megkezdődtek apró lépések már 2012-ben, 2013-ban, és 2014-re vonatkozóan is történtek lépések, és 2015-re vonatkozóan pedig egy nagyobb lépés történik. Ennek az a lényege, hogy a nagy beruházásoknál az építmény az nem csak a használatba vételi engedély megszerzésének évében, az követő évben is nulla kulcssal adózik. Uh-huh.
Ez egy jelentős tétel, mondjuk egy 10 000 négyzetméteres csarnoknál egy évi adómérték az 10 milliós nagyságrend, tehát nyilvánvalóan azt gondolom, ez egy jelentős kedvezmény. Valamint jelentősen visszamentünk az adómértékekben a 500 négyzetméter alapterületű építményeknél, és nem csak az adómértékekkel mentünk vissza, hanem megemeltük az építmények nagyságát is, akik kedvezőbb kulcsok alá tartoznak. Tehát ez egy dupla kedvezmény. Én azt gondolom, hogy ezzel tettünk egy nagy lépést abba az irányba, hogy a 2011 előtti időszak építményadó terhelése legyen újra a vállalkozásokon. Még egy lépcső hátra van. Ha a gazdaság így fejlődik, akkor nyilván semmi akadálya, hogy ezt a következő évben megtegyük. Egyébként ebben a vonatkozásban tettünk erre utaló ígéreteket a választási kampányban, úgyhogy szerintem nem nagyon lesz más lehetőségünk, mint ezt teljesíteni. Hogyan alakult az építményadó előirányzat és a tényleges bevétel? Az előbb elmondtuk az iparúzási adóról, akkor ezt is mondjuk. Ez 1 milliárd 220 milliót terveztünk, és 1 milliárd 180 milliónál tartunk ma, tehát ez teljes egészében 100%-ra fog teljesülni. Ugye az építményadó az az adó, ami nagyon jól tervezhető, hiszen ismert, hogy milyen épületek képezik az adó alapját, ismert a területük, az azokra kivetett adó is ismert, és hát egyébként ebben is rendkívül jó a fizetési morál. Jó, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, ennyi fért a ma esti beszélgetésre szánt időből. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, hamarosan folytatjuk itt a stúdióban a beszélgetést, a témánk a Credo Rádió lesz. Kedves nézőink, augusztusban indult Szombathelyen egy új közösségi rádió, a Credo Rádió, ezzel kapcsolatban vendégem Gregerszel Labosa György, evangélikus lelkész. Jó estét kívánok, a rádió vezetője. Már korábban beszélgettünk, akkor még csak tervekről, és akkor nagyon nagy lelkesedést mutatott ön is, illetve a csapat, akik ezt elindították. Azóta mondjuk most már eltelt egy jó pár hónap, és van tapasztalat, kialakult a műsorstruktúra, a munkatársak egyáltalán, hogy mik a legfontosabb műsorok, vannak visszajelzések. Összefoglaltam gyakorlatilag a beszélgetésünket, ezen menjünk végig, hogyha pár mondatba szeretné összefoglalni a legfontosabb tapasztalatokat, akár a hallgatók részéről, mit mondana? Igen, köszönöm. Hát ez egy nagy kaland volt itt nekünk a nyár végén, sőt, hát tavasztól kezdve folytak az előkészületek, és megszólalt a rádió, és azóta egyfolytában hallható is a 98-80 itt Szombathelyen, illetve a természetesen online, tehát a honlapon keresztül bárhol a világban. Nagyon izgalmas volt ez is a csapatépítés, tehát hogy kik lesznek azok, akiknek a hangja meghatározza a rádiót, illetve műsorokat szerkesztenek. Ugye Perlaki Nóra lett a fősegítőnk, támogatónk, akit hallhatunk szinte minden nap. Illetve hála Istennek kialakult egy olyan munkatársi kör,
inkább amatőrökből, ezt is tegyük hozzá, akik aztán nagyon hamar felnőttek a feladathoz. Tehát ez bámulatos, hogy milyen közösségszervezőreje van egy ilyen munkának, egy ilyen stúdiónak. Hát azt hiszem, önnek nem kell mondanom meg a jelenlévőknek, hogy mit jelent a stúdió és mit jelent a média. Ennek egy sajátos varázsa van, tehát ez egy életforma. Ezt én kívülről tapasztaltam most. És hát hála Istennek ez a 3-4 hónap, sőt most már több, ami mögöttünk van, ez arra nagyon jó volt, hogy kialakuljon valóban a rádiónak a műsor struktúrája, és hát szeretnénk most Adventtől egyre inkább a köztudatba még jobban bevinni. Ugye ez egy kis közösségi rádió, ami azt jelenti, hogy egy közösség, ebben az esetben a Szombathely Evangélikus Egyházközség áll mögötte. Ez nem azt jelenti, hogy csak azzal foglalkozunk, de nyilván ez egy egyházi rádió. És mint ilyen illeszkedik a Mária vagy a Katolikus Rádiónak a sorába, tehát műsorában jellegéből adódóan reggeli ráhangolással kezdődik, imával, a hét krédójával. Napközben is vannak olyan sávok, ahol kimondottan egyházi műsorok vannak, magunk által rögzített műsorok, illetve mögöttünk áll az Evangélikus Egyháznak a média háttere, ahonnan két szerkesztett műsorokat kapunk, és ezek nagyon jók. Nagyon jók. Milyen témakörökben gondolkodhatunk, vagy akik esetleg például van nekünk az Ákeus Média Centrum, amelyik Budapesten működik, ők elsősorban filmeket készítenek. Például biciklivel az egyháztörténeti utakon. Ezek ilyen 20-25 perces az egész ország, sőt a Nagy-Magyarország területéről kultúrtörténeti, egyháztörténeti kis anyagok, hanganyagok, eredetileg filmek, de hanganyagként is használható, tehát ezeket adjuk. Akkor van a Misszói Rádió nekünk, ami szintén Budapesten működik. Ők rendszeresen vannak hosszabb adásaik, rövidebb adásaik, tematikus adások, riportok emberekkel, akik hát egyfajta bizonyságtétellel beszélnek kereszténységükről, hitükről, művészetről. Ezek is nagyon jók. Aztán a saját magunk által rögzített műsorok, riportok, most például a Zsidó Szabad Egyetem kapcsán lesz egy előadás, amit én tartok, hogy ott azt is fölvesszük, hallható lesz a rádióban, hallhatóak például a Honderűnek az 56-os megemlékezése november 4-én, tehát számos olyan városi programot rögzítünk és továbbadjuk. No, ez az egyik része, a másik pedig, amit nagyon hangsúlyosan mondtunk kezdettől fogva, hogy szeretnénk a városnak egy kicsit ilyen közéleti rádiója lenni, ahol a civil szervezetek, a kultúra szereplői, tehát itt azért 10-15-20 percet beszélgetnek egy-egy színésszel a színházunkból. Ugye a többi, a televíziót kivéve, de azért a többi rádióban erre nem nagyon van lehetőség. Tudósok, tehát itt talán, ha jól értem, így gyakorlatilag a különböző témákat, amivel mondjuk azért általában minden média tud foglalkozni, csak a különböző típusú médiákban kevesebb idő van mondjuk arra, hogy egy-egy témát alaposan kibeszéljenek. Itt viszont erre van lehetőség. Így van. Tehát alaposan hallgatót bevonva, műsorvezető gondolatot, illetve hát tudósok, művészek, színészek el tudják mondani a véleményüket egy-egy témában. De közéleti emberek is, tehát az ANTS főorvostól kezdve a tűzoltó parancsnokig gyakorlatilag többet tudhatunk meg részletesebben és mélyebben. Ezért ez egy ilyen jellegű rádió, tehát itt nagyon sok szöveg van. Ez előírás egyébként, tehát ez a kisközösségi rádiónak meghatározott. Nagyon szigorú kvóták szerint működünk, ilyen zene, olyan zene, magyar zene, külföldi zene, 5 évnél idősebb, és itt tovább. Tehát ezt előírják, nem magunk állítjuk össze, és ezen belül nagyon fontos az, hogy 49% műsoridőben a beszédnek kell, óránként 20 nem tudom hány percnek beszédnek kell lenni. Ugye egy kereskedelmi rádióban, hát ennek a töredékéről van szó. Tehát azoknak tudom ezt ajánlani, akik szeretnének egy kicsit Szombathelyről, többet, mélyebben, helytörténetről megismerni. A másik nagyon fontos partnerünk ugye az egyetem, hisz maga a stúdió is ott van, és az egyetem maga is Katona Attila tanár úr vezetésével műsorokat készít, kiváló beszélgetéseket, a felsőoktatási törvénytől kezdve a helyi kultúrtörténeti egyetemnek a hallgatók között érdekes személyiségek, tanárok között érdekes személyiségek jelennek meg, jönnek be a stúdióba, és ezek nagyon izgalmas dolgok. Nyilván heti rendszerességű adások ezek például, igen, vagy ezek napi rendszerességű? Ezek heti egy-két ilyen műsor van, plusz hozzá az élő műsor minden délelőtt. Ugye van ez a hangoló, ami reggel 8-tól indít és tart egészen 10-ig, és aztán délután is van egy élő blokk, ezt mondjuk hétfőtől péntekig. Hétvégén alapvetően ismételjük az érdekes műsorokat, amelyek hétközben elhangzottak, illetve vannak hétvégén egyházi blokkok.
hallgatók visszajelzései, hogyan kommunikálnak, találkoznak a hallgatókkal, SMS-eken, telefonhívásokon keresztül esetleg jönnek vendégként, vagy megállítják már a műsorvezetőket, vagy önt, és elmondják a véleményüket az eddig hallottakról? Hát nekem elsősorban, hogy az egyházközség az a hely, ahol ezt szondázni tudjuk. Ott nagyon pozitív visszajelzések vannak, elég sok embert megérint. Most például, hogy a Reményik iskolának a beiskolázását is megkezdtük jövő évre. Ugye a szülőknek a nyílt napon is azért megkérdeztük, hogy ismerik-e, ez egy ilyen jó dolog, hogy mennyire tájékozottak az emberek. Azért sokan hallgatják. Nyilván ez nem egy olyan rádió, még egyszer mondom, amit a butikba bekapcsolunk, és akkor háttérben szól, hanem ez egy olyan, amikor leülünk egy kicsit, akarunk valami érdekességet, szánunk rá időt, megnézzük tematikus műsorok közül, hogy mi az, ami érdekel minket. De én bátorítok mindenkit, hogy kapcsolódjanak be, és akár SMS-en vagy e-mailben küldjék el a véleményüket. Abban még egy kicsit gyengék vagyunk, hogy kellőképpen vigyük a köztudatba, tehát a reklám és a marketing része. Ezt tudatosan fogtuk vissza, mert először szerettük volna azt a szintet legalább megközelíteni, amit legyen elvárásunk. Mit. Így van. Legyen mit eladni. De lassan ez most már kezd kialakulni. Igen. Nyilván az első 2-3 hónap arról szólt, arra kellett fektetni az energiát, hogy ez az alapstruktúra kialakuljon, hogy az újak, az amatőr műsorvezetők betanuljanak és megismerkedjenek a rádióval. De hát tudom, hogy egy rádió életében sosincs olyan, hogy nincs cél, hogy nincs egy újabb terv, egy újabb jövőkép. Most miben gondolkodik ön, illetve a kollégája rádiónál? Ugye most nagyon fontos, hogy a stáb kialakuljon végleg, bár ilyen sincs, ezt is tudjuk. De azért a magot egy kicsit bővítsük, mert azért kevesen vagyunk. Úgyhogy én azt is hagyd mondjam egészen őszintén, talán ennyi reklám belefér, hogy várunk szívesen olyan szombathelyi polgárokat, független attól, hogy ők nem evangélikusok, akik szívesen rádióznának. És tudom, hogy sokan vannak, mert van, akinek a kis vasúta gyerekkori álma, van, akinek a tűzoltóautó, és sok minden egyéb. Olyan sok ember van, aki vonzódik ehhez a műfajhoz. Került így be fiatal? Igen, mert volt, hogy amatőrök. Így van, volt, aki bekopogtatott, és azt mondta, hogy kipróbálná? Igen, érdemes megnézni a Nyitott Ajtóknak most majd ezen a héten a Szombathely TV-ben az új adását. Van egy kőszegi egyetemista fiú, aki a Bánó Zoltán, aki egyébként evangélikus egész véletlenül, és ő beiratkozott szeptemberben az egyetemre, és ott jött, ment, és elmondja a műsorban, hogy látta kiírva, hogy Krédo Rádió, följött, ismertük is végül a családot, és hogy ő szívesen csinál, és azóta már műsort vezet, és műsort szerkeszt. Tehát ez egy nagyszerű dolog, ezek olyan dolgok, amelyek azt kell mondani, hogy a mai világban, ahol minden a pénz és a profizmus és ebbe az irányba mutat, főleg a média területén. Van egy ilyen rádió Szombathelyen, ahol kipróbálják magukat azok, akik szeretnének rádiózni, és erre alkalmasak és értékes munkát. Tehát új embereket várnak, illetve nyilván, hogy a beszélgetés elején említette, készülnek már az adventi időszakra. Így van, az egy gazdag időszak lesz, és szeretnénk minden jobban a köztudatba. Tehát most jön az időszak, adventet felhasználva, a jövő elejét, hogy egy kicsit népszerűbbé vagy ismertebbé tegyük. Remélem, hogy ezzel a beszélgetéssel ez kicsit mi is hozzájárultunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Én is bízom. Kedves nézőink, Magyarország területén a Vas megyei Rába vidéken mintegy 2800 szlovén él. Mindennapjaik és aktuális problémáik is szóba kerültek a Vas megyei kormány megbízott és a szlovén nemzetiségi szószóló csütörtöki szombathelyi egyeztetésén. Az alaptörvény államalkotó tényezőnek ismeri el a nemzetiségeket. Ezt példázza az is, hogy az országgyűlés több évtizedes mulasztását pótolta, amikor a szószólói intézmény létrehozásával mind a 13 hazai nemzetiség képviseletére törvényi lehetőséget teremtett. A szószóló nem képviselő, de kvázi mégiscsak mentelmi jogát, jogkörét és tevékenységét illetően lényegében betölti a majdnem képviselővel azonos feladatkörét. Szavazati joga nincs a parlamentben, de minden egyéb kérdésben a köz javára és az adott nemzetiség javára végzi a tevékenységét, a nemzetiségek tagjainak képviseletét látja el minden tekintetben a parlamentben. Én azt gondolom, hogy ez egy jelentős korszakos lépése, politikai lépése volt a Magyar Országgyűlésnek, és ennek a hivatalnak, ennek a tisztségnek a létrehozása maga is a magyarországi nemzetiségek életének, jövőjének, identitás megtartó képességének a megőrzése szempontjából egy sorsfordító jelentőségű dátum és tény.
Szakonyfalu, Alsószölnök, Felsőszölnök, Rábatótfalu, Orfalu, Apát István falva, két völgy ma is többségi szlovén nemzetiségű települések a Rába vidéken. Emellett Szentgotthárdon is jelentős létszámú szlovén nemzetiség él. Számos erőfeszítést kell tenni, hogy a szlovének fennmaradjanak és megőrizzék identitásukat. Alapvetően azokat a legégetőbb kérdéseket érintettük, amik a mi fennmaradásunk kérdéseit szolgálják, így természetesen az iskolák kérdése fogalmazódott meg, a szlovén nyelv oktatása egészen az óvodás korosztálytól a középiskolás korosztályig. Ezen kívül az anyanyelvű hit életgyakorlásának a lehetőségét érintettük, beszéltünk továbbá a szlovén Rába vidék gazdasági fejlődésének a szükségességéről, hiszen természetesen ott marad meg egy nemzetiség, ahol a létét biztosítani tudják a körülmények, tehát alapvetően munkalehetőségeket kell teremteni, mert hogy a falvakban az élet a mezőgazdaságra is alapoz, azoknak a mezőgazdasági lehetőségeit kell minél erőteljesebben kiaknázni, a pályázati lehetőségek megragadását, mert egy nemzetiség akkor tud fennmaradni, ha a nyelvét gyakorolja, a hagyományait, a kultúráját van módja gyakorolni. A kormány megbízott és a szlovén nemzetiségi szószóló közötti találkozók rendszeresek lesznek a következő időszakban is. Kedves nézőink, bár még enyhe az idő, tényleg örülhettünk ennek a késői tavaszi napnak, de azért már nagyon sokan készülnek a térre, nem elég időben gondolkodni azon, hogy mi várhat lánk, hogyha leesik az első hó és jönnek a mínuszok, a fagyok. Például a városban élő hajléktalanokról is gondoskodni kell. Beszélgetésünk témája ez lesz, vendégeim itt a stúdióban. Sok szeretettel köszöntöm Bújtás Editet, ügyvezető igazgatót a Szavária Rehabteamtől, Stankovics Erikát, szakmai vezetőt szintén a Szavária Rehabteamtől és Szabó Tibort, utcai szociális munkást. Jó estét kívánok, kezdésokon köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Hát igen, elég időben el kell kezdeni foglalkozni azzal, ami most várhat ránk, mert talán évközben kevésbé jönnek elő azok a gondok, amik most elő fordulhatnak. Egyáltalán lehet-e tudni pontosan, hogy hány hajléktalan van Szombathelyen? Hát szerintem 250 körül van a számuk jelen pillanatban. Természetesen nagyobb része az ellátórendszerben van, olyan 25 fő van, aki utcán van jelen pillanatban. Tehát ők azok, akikre kifejezetten oda kell figyelni, vagy ők szorulnak legjobban rá a segítségre. Egyébként a többieknek a többiek közül hányan szorulnak komolyabb segítségre, odafigyelésre? Hát valamennyien szóval igénylik az odafigyelés, tulajdonképpen akik az ellátórendszerben bent vannak, tehát szolgáltatásainkat igénybe veszik, nappali melegedőt, éjjeli menedékhelyet, átmeneti szállót, meg ugye van 21 lakásunk, ahol már próbáljuk őket ugye visszavezetni a életbe. Ott is 68 ember él, de őket is utógondozás keretében rendszeresen gondozzuk. Most pontosan milyen feladat vár önökre? Kik vesznek részt ebben az előkészítősi időszakban? A feladat az tulajdonképpen jó részt ugyanaz, mint évközben, mert hogy a hajléktalan emberek egész évben igényik a szolgáltatások jelentős részét, ami speciális, ugye az az időjárásból adódó feladatok, itt a téli krízisellátás, amikor is még nagyobb, hangsúlyosabb szerepet kap az utcai szociális munka, tehát az, hogy minél több ember, aki még kint van utcán, igénybe vegye a szolgáltatásainkat, és hát itt az időjárás miatt is, az életmód miatt is, ebben az időszakban bent a szálon pedig az egészségügyi ellátás az, ami fokozott hangsúlyt kap. Többen is igénylik ilyenkor a segítséget? Tehát mernek kérni segítséget a hajléktalanok? Mi a tapasztalat? Hát minden nap ugye felkeressük, akikkel kapcsolatban vagyunk, és ez most körülbelül egy 25 fő, de majd a hideg, amikor beáll, akkor valószínűleg, hogy ezért reméljük, hogy csökkenni fog. Minden nap felkeressük őket, és megpróbáljuk meggyőzni őket, hogy igénybe vegyék az intézménynek a szolgáltatásait. Az, hogy felkeresik őket, ez egy könnyű folyamat, hiszen mindenkinek megvan a saját helye, területe, itt Szombathelyen is pontosan beazonosítható, vagy néha ez is nehézséget okoz? Hát Szombathely azért területileg nem annyira nagy város, úgyhogy az évek tapasztalatai alatt megtanultuk majd ki nagyjából, hol van a helye, és akkor ezeket a helyeket felkeressük,
és többnyire ott meg is találjuk őket. Hogyan képzeljünk el egy ilyen estét, egy éjszakát, amikor önök akár bent, akár kint terepen szolgálatban vannak? Hát hivatalosan van nekünk egy útvonaltervünk, ami törvényben meghatározottan vezetnünk kell. Ezt egy hónap előre nagyjából elkészítjük, és akkor ezeket az útvonalokat, ami ebben szerepel, ezt bejárjuk. Ha esetleg valami bejelentésünk közben, vagy bármi más felmerül, akkor természetesen arra reagálunk, és utána folytatjuk akkor az esti járatot. Azok, akik bent laknak, velük milyen feladatok merülhetnek fel? Tehát nyilván ők beérkeznek, aztán este, éjszaka különösebb idafigyelést igényelnek, nehéz esetekkel kell foglalkozniuk? Hát igen, elsődlegesen ugye általában akik nappal kint töltik ugye az idejüket, éjszakára bejönnek, első a tisztálkodás, ugye mindenképpen, tehát ott figyelmet kell fordítani, a ruházatukat is tisztítjuk, ugye mosodánk van, tehát ott helyben rögtön meg ki tudjuk mosni, sőt télen ugye meg is szárítani, mert vagy ha éppen úgy igényli, akkor ugye természetesen tiszta ruhával el tudjuk őket látni. Ez általában így lezajlik egy bizonyos időn belül, ugye sorrendben a fürdés, akkor télen ugye van azért étkeztetés is, mert mindenképpen azért a téli időszakban azért egy jobb kondíció mindenképpen szükségeltetik ugye egészségügyileg is. Ez melegételt jelent ilyenkor, vagy? Délben kapnak melegételt, este meg reggel ugye hideg étkeztetés folyik. Meg hát még ott van az egészségügyi dolgozó is, tehát akkor is, hogy a doktornő igaz, ő napközben rendel, de este van még egészségügyi ügyelet, és akkor akinek olyan problémája van, felkeresheti természetesen. Tehát szállás mellett akkor étkeztetést biztosítanak, egészségügyi ellátást. Van-e még valami olyan szolgáltatás, ami mondjuk a komfortérzetüket javíthatja az itt élőknek? Ami a komfortérzetet javítja? Hát például csomagmegőrzést, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog. Az egy fontos szolgáltatás, azoknak az embereknek, akik az éjjeli menedékhelyen élnek, illetve a közösségi helyiségben, a fiatalok körében ez nagyon népszerű internet hozzáférési lehetőséget tudnak tenni. Nyilván ez is segíti ahhoz őket, hogy nyilván az életbe, hogy tetszett az előbb említeni, az életbe való visszatérés, vagy hát mondjuk a munkahelyteremtés, vagy a munkahelyre való visszaállást, tartást. Igen, igen. Tehát az éjjeli menedékhely leginkább ezek. Krízis kocsiról mit érdemes tudni, mit tartalmaz ez? Aztán, amikor az útvonalakat járják, akkor van-e olyan terület, amit egyébként, ami nem tartozik az útvonalban, megfigyelnek-e, vagy kitérnek-e? De először arról, mit tartalmaz a krízis kocsi? A szolgálatról is beszélnék akkor néhány mondatban. Alapvetően a munkanapokon reggel 7-től este 10-ig van a szolgálatunk, úgy működik. A krízis... Ez hány főt jelent? Ez elég hosszú időszak. Tehát négy fő egy fedi heti, le. Heti váltásban vagyunk. Reggel 7-től este 10-ig. Az nagyon hosszú idő. És ez annyival bővül ki a krízis időszakban, hogy hétvégén is vagyunk akkor este 6-tól 10-ig, hogy azokat a helyeket, ami ilyen veszélyes, életveszélyes helyeket esetleg, aki olyan helyzetbe kerül át, felkeressük, és akkor megpróbáljuk őket az intézménybe vinni. Egyébként az autóban takaró van, készételkonzerv, egy minimális egészségügyi csomag, és amikor kimegyünk a terepre, ha úgy találjuk a kliensünket, hogy valami sürgős beavatkozás kell, akkor vagy mentőt hívunk, vagy rendőrség közreműködésével megpróbáljuk azért őket meggyőzni, hogy az intézmény szolgáltatását igénybe vegyék. Rendőrséget említi, ez lett volna a következő kérdésem, hogy mennyire veszélyes szituációk kerülnek elő, vagy azért ez nem annyira jellemző, vagy inkább csak nehézségek vannak, amiket meg kell oldani? Hát kisváros vagyunk, úgyhogy mi tényleg napi szinten arcról mindenkit ismerünk, úgyhogy mindenkiről tudjuk, hogy nagyjából milyen szituációban hogy viselkedik. Rendőrség inkább akkor szokott szükség lenni rá, hogyha nem nagyon akar bejönni, és mi életveszélyes helyzetbe találjuk, vagy attól félünk, hogy esetleg, ha ott hagyjuk, akkor reggelre kihűlhet, megfagyhat, és ilyenkor szoktuk kérni a rendőrség segítségét, hogy az autó esetleg segítségbe, és akkor már lehet őket arra szállítani. Napra megoldott. Gondolom, ez azok az esetek, amikor nem nagyon lehet kommunikálni már, vagy hát mondjuk józanul nem lehet kommunikálni az emberekkel. Hogyha mondjuk működik ez a kommunikáció, és nem kell a rendőrséget bevonni,
hogyan lehet meggyőzni azokat, akik mondjuk nagyon-nagyon elutasítják, bármennyire is szeretnének önök rajtuk segíteni? Hát ez nagyon milyen módszerek vannak? Nagyon egyénfüggő, tehát az mindig az adott helyzet adja, hogy kihez hogy kell szólni, de hát, mint mondottam, mindenkit ismerünk, úgyhogy valakivel kicsit nehezebb, valakivel kicsit több, valami kis praktikákat, szolgáltatásokat felajánlunk, és akkor hát a valamelyikre pozitívan reagál. Milyen lehetőségeik vannak önöknek, amiből ezt a rendszert fenn tudják tartani? Van-e lehetőség például a pályázatra, és hogyha igen, akkor a pályázati pénzeket mire tudják fordítani? Mire kell egyáltalán, vagy mire lenne a legnagyobb szükségük? Igen, hát ugye egyrészről állami normatívát kapunk, másik részről a önkormányzattól kapunk jelentős támogatást. Már hosszú évek óta, tehát enélkül nem is nagyon tudna működni az intézmény, tehát a normatívából nem lehetne fenntartani. És hát természetesen vannak pályázati forrásaink is, hát nem is kevés. Tehát ha százalékosan nézzük, olyan százalékba, mint az önkormányzati támogatás, ugyanolyan százalékba pályázati forrásokat is mindig tudunk. Jelenleg is futnak uniós pályázataink, úgyhogy hát most ugye vége lesz egy pályázati ciklusnak, ugye lezárulnak jövőre, és hát majd most fog indulni egy új. Hát mindenképpen, főleg utóbbi években nagy hangsúlyt kapott az utcán élő hajléktalanok, és ugye azért is csökkent le ennyire a számuk, mert hát ennél jóval magasabb volt. Mert kifejezetten olyan pályázatok voltak, hogy utcáról kellett, vagy az intézménybe, vagy lakásba költöztettünk embereket. Tehát a lakhatási támogatásra lehetett fordítani gyakorlatilag ezt a pénzt, vagy éppen az intézménynek a karbantartására, fejlesztésére? Hát arra sajnos nem, lakhatásra. Igen, lakhatásra tudtuk fordítani, és hát arra nagyon büszkék vagyunk, hogy már az ilyen jellegű pályázataink szinte lezárultak, de még a mai napig is a lakásba tudtuk tartani azokat az embereket, akiket akkor beköltöztettünk, tehát azóta dolgoznak, életvitelük szinte teljesen megváltozott. Önök segítenek, önök szinte a nap 24 órájában jelen vannak, és lehet önökhöz fordulni, illetve figyelik ezeket az embereket. Az átlag polgár, aki jár most ebben a hideg időszakban az utcákon, hogyan tud önöknek segíteni, illetve hogyan segítsen a hajléktalanoknak, vagy mi az, amit mondjuk igazán ne tegyen, mert azzal inkább csak árt. Talán így a beszélgetés végén ezt érdemes lenne elmondani. Hát ami a legfontosabb, hogy hívjon bennünket. Ha valakit az utcán lát, nem is kell azt sem tudni eldönteni, hogy hajléktalan-e. Valakiről azt gondolja, hogy abban az élethelyzetben veszélyben lehet az időjárás bármi miatt, akkor nekünk van egy ingyenesen hívható zöld számunk is, amit 24 órán keresztül lehet hívni. Ezt elmondhatjuk esetleg most. Igen, 0680 205 165. Igen. Ez bent az intézménybe csörög, és akkor akár az utcai szociális munkások, illetve a hívást fogadó szociális munkás fog segítséget nyújtani, illetve az utcai szociális munkások a helyszínre vonulni, tehát ez a legfontosabb, hogy ne menjenek el ilyen helyzetek mellett. Az olyan bejelent... Igen, bocsássam, csak hogy tisztázzuk ezt, hogy ha nem is tudja azt, hogy esetleg hajléktalan valaki, tehát ezek a utaló jelek, hogy esetleg valaki egy padon fekszik, nem biztos, hogy rendezetlen a ruhája, vagy éppen kevés ruha van rajta, az már gyanús lehet, és hát érdemes. Igen, de lehet, hogy egy idős ember is, aki nem tud hazamenni, nem talál haza, akkor a kollégáink meg fogják tenni a szükséges intézkedéseket, felveszik a kapcsolatot a családdal, a szociális ellátórendszer más szereplőivel, tehát hogy ne hagyjanak ott senkit. Még egyszer zárásképpen, mert erre van időnk, a zöld számot legyen szíves elmondani. 0680 205 165. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Köszönjük. Kedves nézőink, a ma esti műsorban ennyi fért. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Maradjanak velünk, hiszen következik a híradó. További jó televíziózást. Viszontlátásra.